Jó, hát belevágnék. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg azt is, hogy ilyen szép számmal eljöttek azért, hogy engem meghallgassanak. A cím, az két műsoromnak a címe, az egyik az Elátkozott Szabadság, és a rendszerváltásról, vagy rendszerváltoztatásról szól, a másik pedig a legutolsó műsoromnak a címe, amelyet Kásler Miklós professzorral csináltam, aki az onkológiának a főigazgatója, és ebben adunk egy keresztmetszetet az úgynevezett történeti egészségtanról, és sok mindenről, hogy testileg és lelkileg mi jellemzi a magyarságot. Tehát ez a két műsoromnak a címe adta az ötletet, hogy erről beszéljek. Úgyhogy, ha megengedik, akkor kezdem az Elátkozott Szabadsággal, ami valóban önmagában egy provokatív cím, hiszen sokan már, amikor elindult a műsor, már akkor írtak levelet, hogy lehet egy szabadság elátkozott. Tehát, hogy illik-e ez a jelző a szabadság szó mellé. Én tudatosan választottam ezt a címet, és ha megengedik, akkor egy kicsit beszélni. Én történész vagyok, tehát nem szinkron hang, ezért ha megengedik, akkor egy kicsit beszélnék arról a történelmi ívről, amelyet a magyarság a 20. században leírt, és kölcsönbenném egy nagy erdélyi tudósnak a szavait. Ő azt mondta, hogy a magyarság a 20. századot átvészelte, vagyis a magyarság ebben a században egy átvészelő nemzet volt. Indítanám, és nagyon sokszor került alkupozícióban, már egészen a kiegyezés óta, és ezekből az alkukból nem mindig került ki sikeresen. Ugye már maga a kiegyezés, erről a történészek nagyon sokat vitatkoznak, hogy ez a magyarság számára előnyös volt, avagy sem. Ugye aki e körül bábáskodott, mind más véleményen vannak. Kossuth egyenesen a nemzet halállal azonosította, hogyha a magyarság kiegyezik a Habsburgokkal. Ezzel szemben Deák Ferenc, akit ugye a haza bölcseként is szoktak emlegetni, nagyon erőteljesen a maga karakterével, államférfiúi attitűdjével odaállt amellé, hogy igen, a Habsburgokkal ki kell egyezni. Na most mi már tudjuk, hogy ez nem volt szerencsés a számunkra, a kiegyezés, mert a kiegyezés sodorta bele Magyarországot az első világháborúba, méghozzá azért, mert közös volt az uralkodó, közös volt a külügyminisztérium, közös volt a hadügy, és közös volt a pénzügyminisztérium. Tehát ergo a magyarság, hogyha az uralkodó úgy akarta, nem mondhatott nemet arra, hogy belépjen az első háborúba. Mi már tudjuk, hogy ennek nagyon rossz vége lett. Egyébként Kossuth azt is mondta, hogy Magyarország a monarchia részeként akár megnyeri az első világháborút, akár elveszíti, mindenképpen rosszul jár. Ha megnyeri, akkor azért, mert újabb nemzetiségi területekkel gyarapszik, és már így is alig tudja kezelni a nemzetiségi kérdést, ha pedig elveszíti, akkor talán bekövetkezhet a herderi jóslat is, vagyis Magyarország eltűnik a térképről. Hát mi tudjuk, hogy ez utóbbi következett be, és hát ennek ezért óriási árat fizettünk, a trianoni békediktátumot kapta Magyarország azért, hogy belépett az első háborúba, és utána nagy államférfiak kellettek hozzá, hogy ebből valamilyen módon kikerüljenek. Mondok valamit, amit azt hiszem, hogy kevesen tudnak. Tehát tulajdonképpen akkor egy Simonyi Semadán Sándor nevezetű személy volt Magyarország miniszterelnöke, de ő nem kívánta aláírni a trianoni békeszerződést. Egyébként ez is egy nagy kérdés, hogy alá kellett írni, avagy pedig vissza lehetett volna utasítani a trianoni szerződés aláírását. De az akkori külügyminiszterünk,
gróf Teleki Pál sem volt hajlandó ellátni a kézjegyével a trianoni szerződést, és ezért bármilyen furcsa, amikor összehívták a minisztertanácsot, akkor sorsot húztak, hogy ki legyen az, aki aláírja a trianoni szerződést. Na most, akinek nem volt szerencséje, az egy orvos volt, a népjóléti miniszter, úgy hívták őt, hogy Benárd Ágoston, és mellé kineveztek egy meghatalmazott követet, őt úgy hívták, hogy Drassel Lázár Alfréd, ezért a trianoni békeszerződést ez a két ember látta el a kézjegyével. Egyébként ebben volt tudatosság is, hogy az utókor soha ne emlékezzék arra, hogy ki írta alá Trianont. Természetesen ez nem vonatkozik a történelem szakosokra, mert neki kell tudni, de általában valóban a széles néprétegek mind a mai napig nem tudják, hogy kik írták alá Trianont, és hát a két világháború között pedig a legfőbb célja a magyarságnak a trianoni békeszerződés revíziója volt. De elérkezem addig a pontig, amely az előadásom címében szerepel, vagyis a rendszerváltásról, vagy rendszerváltoztatásról. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen még mindig nincs meg a köztudatban, hogy hogyan hívjuk, ami 1989-90-ben történt, rendszerváltásnak, vagy rendszerváltoztatásnak, vagy elhervadt forradalomnak, vagy mi legyen a neve. Akik erről írtak, különböző névvel, különböző jelzőkkel illették, és hát ez mind a mai napig problémát okoz, hogy valóban történt-e egy fordulat itt a magyarság történelmében, és valóban megteremtődött az a demokrácia, amelyet és szabadság, amelyet oly nagyon kívánt a magyarság, megpróbálta vérrel 1956-ban, ez nem sikerült, és aztán megérkezett 1989-90, különben annyit hagyt tegyek hozzá, hogy azt sem írják le egyértelműen a történelemkönyvek, de semmilyen elektronikus adathordozón nem lehet igazán olvasni, hogy tulajdonképpen mikortól számíthatjuk a rendszerváltást, vagy rendszerváltoztatást, és melyek a legfontosabb eseményei a rendszerváltásnak. Hát van, aki már 1985-től veszi, a monori találkozótól, és hát vannak olyanok, akik a rendszerváltás legfontosabb eseményének a Nagy Imre újratemetését tartják, 1989. június 16-át, amikor először mondatott ki a mostani miniszterelnökünk által, hogy a szovjet csapatoknak el kell hagyni a Magyarországot, és mindezt legálisan egy nagy tömeg előtt, tehát sokan 1989. június 16-ra teszik a döntő fordulatot. Megint mások az első úgynevezett szabadon választott, már a 89-90-ben a szabadon választott új parlamentnek magának a választójogi törvénynek, illetve hát ezáltal létrejött új parlamentnek, és a parlament által hozott törvényeket tartják olyan horderejű eseménynek, hogy azt mondják, hogy igen, innen számítsuk a rendszerváltást. Hát ugye nagyon sokan hoznak emellett érveket, és nagyon sokan nem. Most az én műsoromban általában igyekeztem olyan embereket meghívni, akik különböző állásponton voltak, és hát talán azért lett annyira sikeres ez a műsor. Érdekes volt egyébként hallani azokat az érveket, amiket mellette vagy ellene fölhoztak. Az kétségtelen tény, hogy ez a rendszerváltása leginkább az ügynök kérdésben nem tudott létrejönni, tehát nem húztak egy tabularázát, hogy aki a korábbi állampártnak valamilyen funkcióját betöltötte, az X ideig ne tölthessen be az új demokráciában bármilyen hivatalt. Ezt a csehek megtették, úgy hívják, hogy lusztrációs törvény már, mint a cseheknél, mert ott volt egy átvilágítás, nálunk nem volt, és hát tudjuk, hogy az ügynök az élete végéig ügynök, tehát ez nálunk elmaradt. Az ügynök kérdés megoldása,
A másik, ami elmaradt, az a privatizációnak a szemügyrevétele. Mert nagyon sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen a kommunisták még nyertek is a rendszerváltással, mert most már nem csak a politikai hatalom, hanem a gazdasági hatalom is az ő kezükbe került különböző eszközökkel, amelyeknek a felgöngyölítése mind a mai napig várat magára, és ahogy múlik az idő, egyre nehezebb lesz ezeket a dolgokat felszínre hozni. De hát azért soha nem szabad feladni, mindig bele kell menni abba, hogy a magyarság, tehát a közember szintjén mindenki úgy érezze, hogy igen, itt történt valami 1989-90-ben, habár az is nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy hányan mentek el a választásokra. Tehát körülbelül ugye kétfordulós volt a választás, és a 40% ember ment el, és az MDF meg az SZDSZ kapta a legtöbb szavazatot. Tehát, hogyha igazán oly nagyon akarta volna a magyar nép a rendszerváltást vagy változtatást, akkor sokkal nagyobb lett volna a részvételi arány ezeken a választásokon. Tehát az az embert mindig egy kicsit elszomorítja és elkedvetleníti, hogy most aztán valóban demokratikus parlamentáris úton lehetne a rendszert meg, vagy lehetett volna a rendszert megváltoztatni, és mégis oly sokan távol maradtak ezeken a választásokon. Hát még az első fordulóba csak-csak elmentek, de a második fordulóra már egyáltalán nem. És hát, vagy pedig csak nagyon kis arányban, tehát ez is olyan, ami elgondolkodtatja az embert. És a másik, hogy szabadnak mondjuk a választásokat. Na most a szó történelmi és klasszikus értelmében egy választás akkor szabad, hogyha a területén nincs idegen elnyomó hadsereg. És azt is világosan látni kell, hogy Magyarországon 1945-től egészen 1991-ig, mert 91 júniusában hagyta el egy Viktor Silov nevezetű katonatiszt Magyarországot, tehát a rendszerváltoztatás alatt végig jelen volt a szovjet hadsereg, azt ugye még nem mértük fel, hogy mit csináltak, mit nem csináltak, de minden esetre a tényt magát mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a szabad választások alatt is még Magyarország egy megszállt állam volt. Hát itt tartózkodott a szovjet hadsereg. Hát nem gondolom, hogy különösebben beavatkozott volna, de jobb lett volna, hogyha már nincs jelen idegen katona Magyarország területén, amikor ezeket a választásokat megtartják. Hát és aztán a magyarságnak meg kell küzdenie avval, hogyha már orvosi, mert szeretnék áttérni mindjárt az orvosi dologra, tehát ami a második része az előadásomnak, hogy ugye a tünet együttest azt szindrómának hívják. Na most, hogy mennyire tudott megbírkozni a magyarság avval, amit a történészek is, meg az orvosok is úgy hívnak, hogy Trianon szindróma. Tehát egyáltalán fel lehet-e ezt dolgozni, és hogyha igen, akkor milyen módon lehet feldolgozni. Hát feldolgozni a feldolgozhatatlant, az mindig nagyon nehéz, és a Trianonnal, illetve a határon kívül rekedt magyarsággal nagyon-nagyon nehéz foglalkozni, őróluk beszélni, őróluk gondoskodni, igenis a költségvetési pénz egy részét erre használni. Ebben sajnos ma már nem mindenki ért egyet, tehát generációról generációra halványul a Trianonnak a gyalázata és Trianonnak az emlékezete. Hát ezért nagyon fontos, hogy itt beszélgettünk Marikával, hogy az osztálykirándulásokkal, avval, hogy erről beszélgetünk, azért vissza lehet valamit villantani, vagy fel lehet sejtetni, hogy ez micsoda óriási vesztessége volt a magyar nemzetnek a trianoni békeszerződés. Reméljük, hogy azért soha nem fog ez elhalványulni, ha bár van számunkra egy nap, amit én úgy is neveznék, hogy a szégyen napja, ugye
1904. december 5-én tartottak egy népszavazást arról, hogy a csonka Magyarország kívánja-e megadni a határon túlélő magyaroknak a, hát hogy 5-ben volt ez a, nem, 4-ben volt, csak december 5-én, igen, hogy kívánja-e megadni a kettős állampolgárságot, és ugyan az igen volt többségben, de mégsem volt meg az arányszám, ami elégséges lett volna, hogy a magyar nép a népszavazáson úgy döntsön, hogy természetesen megadjuk a kettős állampolgárságot, és én azt gondolom, hogy ez óriási sebeket okozott mind nekünk, a trianoni Magyarországon élő magyaroknak, és a határon túl élő magyarságnak is. Tehát könnyű egy cikével valakit megsebesíteni, de utána azt helyrehozni sokkal, de sokkal nehezebb. Most a második könyvünk, amiből sajnos nincs, majd hat, ez egy sorozat, ami 6 részből áll, és itt megvizsgáljuk a magyarságnak a testi és lelki állapotát. És a Trianon szindrómának van egy olyan hatása is, hogyha az orvosok szokták mondani, hogyha mondjuk az embernek amputálják a lábát, a kezét, vagy bármiét, akkor egy ideig még úgy érzi, hogy az megvan neki. Ez egy orvosi tény. Tehát amikor ezeket a területeket elcsatolták, akkor minden magyar úgy érezte, hogy azért Erdély még megvan nekünk. Sok időnek kellett ahhoz eltelnie, hogy ezt ne így érezzük. A másik pedig, hogy az önbecsülésünket ez nagyon-nagyon csorbította. Tehát elvesztettünk egy hitet, hogy Mária országa vagyunk, a Szent Korona majd megvéd minket, mert sajnos ekkor nem védett meg, és hát sokan gondolkodnak azóta is rajta, hogy mi a valódi oka ennek a gyalázatos békeszerződésnek, és hát hogyan lehet túlélni hát nyilván azért vannak ezek a léleképítések, hogyha közösen gondolkodunk, akkor talán segíthetünk egymásnak abban, hogy ezekről egyáltalán beszéljünk, elgondolkodjunk, és hogyha képesek vagyunk rá, akkor megtaláljuk a megoldást. Én magam ezt nem tudom. Ugye a két világháború között egyértelműen kimondták, hogy hát Magyarország számára a revízió jelenti a megoldást, de hát ez nem sikerült. A második világháborút lezáró békeszerződés, a párizsi béke, amit 47. február 10-én írtak alá, pedig még rosszabb volt, mint a trianoni békeszerződés, mert Trianonban garantálták a közösségi, kisebbségi jogokat. Az igaz, hogy nem tartották be mindenütt, de legalább benne volt, be volt cikkelyezve a békeszerződésbe. A második világháborút lezáró párizsi békénél azonban azt mondták, hogy elegendő, hogyha az egyes emberek megkapják a egyéni szabadságjogokat, és akkor nem szükséges, hogy mint közösség is kapjon jogokat. Tehát ennyiben rosszabb volt, meg hát aztán el is veszítettünk Pozsony környékén 3 falut. De azért volt sikerélménye is a magyarságnak a két világháború között, mert először ugye népszavazást tartottak Sopronban és környék, Sopronban is még 8 faluban, és a népszavazás ugye úgy határozott, hogy ők Magyarországhoz kívánnak tartozni, ezért is kapta meg Sopron a Civitas Fidelissima, tehát a leghűségesebb város elnevezést. A második világháború után már sehol nem került sor népszavazásra, sőt, mi több városokat vágtak ketté. Tehát még abban se törődtek, hogy a nagymama az egyik oldalon lakik, a másik pedig a másik oldalon lakik. Tehát, és ez nem csak Komáromra igaz, hanem hosszasan sorolhatnám azokat a településeket, amelyeket egész egyszerűen tudatlan emberek ketté vágtak. És a második világháború után is ide szerettem volna kiukadni, egyenesen büntetőjogi kategória lett a revíziónak a nyilvánosság előtt való hirdetése.
Tehát nem egy kohézió volt, mert ugye a Trianonnak sokféle rossz vetülete van, de azért a baj az összeszokta tartani az embereket, és tehát a revíziót, ugye igaz, hogy csak 27-től, de az akkori miniszterelnök kimondta, méghozzá egy Bethlen István gróf, egy nagyon szép hasonlattal azt mondta, hogy ha egy mentét rosszul gombolnak meg be, akkor nincs más megoldás, mint ki kell gombolni, és újra kell azt gombolni. Tehát ez egy burkolt megfogalmazása volt a revíziónak. Hát aztán voltak egyesületek, egyletek, ahol hát nyíltan kimondták. Azonban, hogyha most én itt kiállnék a Szekszárdi főtérre, és elkezdeném völtözni, hogy Erdélyt vissza, és van valami jóindulatú honfitársam, és engem feljelent, akkor hát a valamelyik börtöncellába találnám magam, ugyanis a revízió hirdetése az büntetőjogi kategóriává vált. Hát és nem sikerült elérni, hogy ne legyen az mind a mai napig, és tehát így ez a fajta kohézió és a Trianonról való beszélgetés egyre nehezebbé válik, mert úgy kell kimondani szavakat, gondolatokat, hogy mindenki megérezze azt a három pontot. Mert a nyílt hirdetés az ma már lehetetlen. Azért nyilvánvalóan sokan vagyunk, akik próbálnak ez ellen tenni, de hát nyilvánosan ez nem lehetséges. És a harmadik pedig a tömeg. Tehát, hogy a tömegnek milyen ereje volt. Régebben tehát a tömeget, mint olyat, mint arctalan emberek halmazát, nagyon sokan és nagyon sok mindenre használják. Ugye ezt ma is tapasztalhatjuk. Tehát nem feltétlenül baj az, hogyha sok ember összegyűlik, de hogyha kiválik a tömegből egy valaki, és az rossz útra viszi a beszélgetést, akkor vagy a szónoklatot, akkor abból nehéz erőszak nélkül kikeveredni. És a kommunistáknak volt ez tulajdonképpen az eszköze, amikor 1945-ben választásokat tartottak, és ezt a választásokat egy polgári párt nyerte meg, a Független Kisgazda párt, és akkor már másnap meghirdeti Rákosi Mátyás, hogy akkor ezeket az eredményeket mi majd korrigálni fogjuk, méghozzá úgy, hogy az utcára vezényeljük a tömeget. És akkor a tömegeknek megadták a jelszavakat, hogy Mincenti, ugye az az egyházi reakció, és stb. Most ezeket nem kívánom elmondani, de hát az 50-es években hát csak azok mehettek az utcára, akiknek a Szövetséges Ellenőrző Bizottság a SZEB ezt ellenőrizte, és a SZEB az a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britániának volt tehát ők hárman voltak, tehát mindig mi csak a szovjeteket szoktuk megemlíteni, holott azt világosan kell látni, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak a szovjeteken kívül még volt két másik tankja, az angol szászok, és hát az ő beleegyezésük is kellett ahhoz, hogy egyáltalán egy párt elinduljon egy választáson, hogy tömegek gyűljenek össze az utcákon. És valahogy a magyarok mindig a kelleténél talán jobban bíztak az angol szászokban, hogy majd segítenek. De sajnos ez soha nem jött be. A 45 és 48 közötti, hát mi a férjemmel a Károlya lesz úgy szoktuk, írni, hogy a fenyegetett demokrácia időszakában, ugye akkor sem számíthattunk az angol szászokra, hogy majd segítenek, és hát sőt, hát ők ki is vonták a katonáik zömét Európából, és 1956-ban is csalódnunk kellett abban, hogy majd ők jönnek, és akkor majd segítségére lesznek a kis magyar népnek, aki megpróbál a hatalmas Szovjetunióval szembeszállni. A máról pedig nem kívánok beszélni, hogy ma hogyan bízunk, vagy hogyan ne bízunk az Amerikai Egyesült Államokban, vagy az Európai Unióban. A magyarságnak ez a fajta nyugat szeretete talán most már kezd csitulni, mert látják, hogy én szerethetek valakit, meg bízhatom valakiben, meg
szeretem azt a demokráciát, amit a Magna Carta-tól az angolok képviselnek, csak amikor aztán én szeretem, és mindig kapok egy lórugást, akkor lehet, hogy előbb-utóbb úgy gondolom, hogy talán rossz felé teszem le a voksomat. Hát én nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha gondolják, én nagyon szívesen mesélek magáról a tévéműsorról, amikor tehát emberekkel beszélgettem. Ugye volt még a Keresd a Nőt című műsorom, amit én különösen szerettem. Egy-egy portrét, egy férfin keresztül jutottam el mindig egy hölgyhöz, és hát ezek nagy élmények voltak, hogy a legszomorúbb élményem az az volt, hogy ezek az úgymond hírességek, vagy akiket a közvélemény is ismer, ezek majdnem mind gyermektelenek voltak, hát mert mindig fontosabb volt számunkra az úgymond karrier, mint az, hogy legyen gyermekük, unokájuk, stb. Stb. És én például a Schubert Évához félbe mentem mindig, mert annak egy hatalmas, nagy kutyája volt, aki ott feküdt mindig az ajtóban, tehát már bejutni a lakásba, az nekem egy győzelemmel ért föl. De egyáltalán az, hogy a Széles úr mondta is, hogy azért vegyek vissza magamból egy kicsit, nem kell vérremenően veszekedni, hogy az ember életében a legfontosabb az utód, a gyermek, az unoka, a gyermeknek a nevelése. Most ehhez képest, hogy ő eljátsza a Víg Színházba XY darabot, vagy megrendezi-e, az század és 120-ad rangú ahhoz képest, hogy egy kis csecsemőt tarthatok a kezembe, és felnevelhetem. Hát én most, mint kétszeres nagymama, már mondhatom ezt. Úgyhogy hát ennyit szerettem volna én így magamtól elmondani. Még a könyvekről szólnék néhány szót. Ezek nagyon intim könyvek, de nem a szexualitás irányában intimek, hanem az a helyzet, hogy amikor a kisebbik lányunk, az Anna lányunk 1 éves lett, akkor a férjemnél diagnosztizálták, tehát meghatározták azt, hogy gyógyíthatatlan beteg. Gyógyíthatatlan, de kezelhető. És itt pedig az a jelenet maradt meg nekem, amelyet még nem volt erőm leírni, hogy akkoriban azóta azt a fát már kivágtuk, sajnos, de nekem az nagyon rossz volt érzelmileg, volt egy megyfánk. És a megyfára egy ilyen létrán kellett fölmászni, mert én nem vállalkoztam arra, hogy fölmegyek. És akkor hát a megyfán voltam, és volt egy kis kosaram, és abba a kosárba tettem bele a cseresznyéket, hogy majd eljön a látogatási idő, és akkor megyek be a férjemhez, és viszek neki meggyet. És megmondom neki, nagyon finom spanyol megy volt, hogy ez a mi fánkról van, és a gyerekek is segítettek szedni, ha bár attól mindig rettegtem, hogy utána másszanak a létrán, de hát ugye őket nem egyszer le is esett az egyik, de az Anna megmentő bokor fölfogta, azért hívjuk Anna megmentő bokornak, mert a bokorra esett. És akkor teletettem a cseresznyét meggyel, és de gondoltam, hogy előtte beszélek az orvossal, hogy hát hogy van a férjem, vagy mi újság vele. És akkor mondta ezeket a szavakat, amelyeket soha nem fogok elfelejteni, hogy hát az ön férje gyógyíthatatlan, de előtte a Károlynak semmi baja nem volt, tehát nem volt előjele. Egyébként a veséje ment tönkre, egyébként ez genetikus, mert az apósomnak is beteg volt a veséje, és az a jelenet maradt meg, hogy amikor ezt mondta nekem egy nő volt az orvos, akkor nekem kiesett ez a meggyes kosár a kezemből, és szétgorult ott az orvosi szobában, és akkor ez a hölgy nem, mit tudom én, valami, tehát nem azt láttam a szemébe, hogy egy csöpp empátia megcsillan benne, vagy valami, hanem azt mondja, na akkor most szépen szedje össze, takarítsa el ezt a mocskot. És ez egy olyan dolog, ami az egész életemben meg fog maradni,
És szegény megyfa ennek esett az áldozatul, meg már a kus alatt, amit addig imádtam, azt sem viselem. És aztán sok év eltelt, és akkor a karcsi már eljutott odáig, hogy leírja ezt naplószerűen a Véna című könyvébe, meg beszéljen azokról az emberekről, akiket nagyon szeretett, de már nincsenek az élők sorába. A feleségem könyve pedig nekem egy ajándék, amit nagyon, ezúton is nagyon szépen szeretnék megköszönni. Azért van a G betű nagybetűvel szedve, mert ugye Margita becsületes nevem, de mindenki Gitának becéz, vagy így szólít, és aztán 2008-ban én is teljesen váratlanul megkaptam egy másik halálos kórt, és ez nem volt más, mint a rák. És melanómás lettem, és hát azóta mindketten betegen vagyunk, és egymást visszük a hátunkon, meg próbálunk élni úgy, hogy ne legyünk szomorúak, hogy azért valamilyen módon emberi életet éljünk. Avval együtt, hogy ő mindig jár a Baross utcába, korábban dialízisre, de most már megkapta a harmadik vesét, most már háromszoros szervát ültetett, mert az első kettő az tönkrement. Hát én meg kibírom azt, hogy egy héten kétszer elmegyek a Kékgolyó utcába, és akkor ott most már én is nyújtom a vénámat, hogy akkor itt szúrjon meg. De tőlem már rettegnek, mert olyan kis nyesztett vénáim vannak, és akkor hát mindig mondják, hogy ez miattam van, mert nem ittam kellő mennyiségű folyadékot, nem minden, de látom, ugye az ember egy másik embernek, ahogy keresztbe teszi a lábát, vagy ránéz, már látja, hogy szóval én tőlem aztán mindenki fejveszte menekül az ápolónők között, nincs annyi pénz, hogy tőlem vért vegyen, aztán mondogatja nekem, hogy már benne vagyok a vénába, csak egyszerűen nem jön belőle vér. Ha megjön, akkor az túl sűrű. Hát szóval azóta én is megtapasztaltam, hogy milyen betegnek lenni, de nem hagytam el a katedrát, mert azt hiszem, hogy akkor halnék meg igazán, ha nem taníthatnék történelmet. És nem mondhatnék Adi verset, őt nagyon szeretem. És van egy mondat, ami különösen tetszik nekem, és ezt aztán mindenhova fölírkáltam. Én nem vagyok olyan rendes, mint a Károly, mert a Károlynak van egy kis füzete, és minden ilyen gondolatát abba írja. Én meg amikor éppen találok egy tollat, meg egy papírt, akkor gyorsan fölírom. Pedig ez pont fordítva kéne lenni, mert ugye a nőnek kéne a rendesebbnek lenni, nem a férfinak. És Ady Endrének van egy olyan mondat, amit én Trianon kapcsán olvastam, hogy, illetve ahhoz szoktam társítani, hogyha ha tanítok, hogy Ady Endre azt írta, hogy az igazunk soha nem tudott minket az igazságunkhoz eljuttatni. És ez úgy megragad bennem. Tehát, hogy hiába van igazunk, az igazságot soha nem tudtuk elérni. Meg hát nagyon sok kérdés van, hogy megnyerhettük volna a Mohácsi csatát, és ha megnyerjük, akkor az jót jelentett volna, vagy nem, hogyha ott kellő államférfiak vannak, hogyha a Szapolyai nem hezitál, nem a 40 fokos tűző napon állítatja ott a Mohácson a sereget, hanem legalább valami, annyit megnéz, hogy hol van árnyék, mert azért harci öltözetbe fegyverrel ott állni több órán keresztül, és hát ugye a Szapolyai pedig az önös érdekeit nézte, és nem a nemzetét. Habár azt is Ady mondta, hogy nekünk Mohács kellett, és Muhi, ahhoz, hogy egybe kovácsolódjunk. Most ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem igaz, de minden esetre talán van benne valami igazság. És én itt szeretném nagyon szépen megköszönni, van egy pozitív idézetem. Sajnos egy cseh költő írta, de a csehek azok mindig kikeverték magukat a bajból, amiben belekeverték magukat, és az pedig így szól, hogy a határok eltolódtak, a határok megváltoztak, de a nemzet maradt.
Hát egyszer nekünk is bejön ez. Úgyhogy ennyit szerettem volna, és köszönöm szépen Szabának a meghívást, és ha van kérdésük, akkor, és tudok, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Ja, én nem magamtól akarok kérdezni, csak úgy felálltam. Itt van kettő mikrofon, de most ez biztosan működik. Tehát ha valakiben merült fel kérdés, akkor feltétlenül kérem, hogy jelezze, mert van még egy kis időnk. De, és itt vannak a könyvek. Akkor Súlyog Dezsőről még, akkor ez lesz az első kérés, hogy Súlyog Dezsőről. A második, de nem tudom megállni, hogy meg ne köszönjem így menet közben még egyszer Szerencsés Károlynak és Földesi Margitnak, hogy akiknek minden okuk meg lett volna, hogy elhárítsák a meghívást, mind a ketten elfogadták, eljöttek, és nekünk igazán lélegépítő, gerincegyenesítő, és a saját problémáinkat egy kicsit talán relativizáló, és ezzel sokat segítő, léleképítő előadásokat tartottak, még egyszer ezt a vallomást is, és mindent nagyon szépen köszönjük, és akkor egy-két dolgot én már itt följegyeztem, és hadd legyek önösen első az kérdező sorába. Az egyik az, hogy ugye a december 5-i, 10 évvel ezelőtti szavazás, ugye bár többségben volt, mint ahogy tetszett mondani, az igen, mégis eredménytelen volt, de a NATO-ba és az EU-ba oda hogy volt az, tehát hogy van ez itt a jogilag, meg szavazatilag, én nem értek hozzá, de úgy tudom, hogy egy kicsivel nagyobb döntés volt, hogy a NATO-hoz csatlakozunk, hogy az EU-hoz csatlakozunk, és ott elegendő volt a 25%, a kettős állampolgárság ügyében meg 50%-ot el kellett volna érnie. Hogy ez hogy volt? Ez az egyik. A másik, amit úgy szeretnék megjegyezni halkan, hogy én azért Sajó Sándorral akkor is vallom és hiszem, és mondom, még ha ezért be fognak egyszer engem csukni is, és megyek, és olyan a telített börtönökbe, akkor elkezdem a jogaimat majd én is tanulmányozni, és jöjjenek mások is, hogy a Havas Kárpátoktól a Kéklő Adriáig egy ország lesz itt, egyetlen s magyar, és ebbe akkor tudok hinni, hogyha gyermekeket fogunk a karjainkba fogni, és az a Koszovó, amelyet Amerika a lehető legjobban átvágott. Hát most derül ki, hogy a legnagyobb több milliárdos beruházás, ugye gyakorlatilag mit történt az amerikai nagykövetük? Hát tudjuk az aktualitásokat, de azért mégis. Koszovó anyái szerezték meg Szerbiától Koszovót, és soha nem lesz miénk sem Felvidék sem, de még Magyarország sem. Hogyan? Most csak úgy él, hát igen, Szerbiát, Vajdaság, így van, vagy Délvidék, vagy összességében csak azt akarom ezzel mondani, hogy azért a haza, aki teleszüli. Legyen az Palesztina, és lehet ott akár kicsoda az ellenség, és lehet Koszovó, vagy lehet Magyarország, vagy Erdély, vagy Felvidék, vagy bármi, és az élet ura, azon keresztül pedig az élet a legnagyobb erő, és ez az, ami óriási dolog volt, hogy ezt itt hallhattuk, és akkor térjünk vissza tényleg a kérdésekre, tehát egyrészt a Súlyog Dezsőre, másrészt erre a szavazásos kérdésre, és ha még közben saját mondani való még jön elő, akkor ne fogja vissza magát, mert van még időnk. Én azt szeretném mondani, hogy ebben a teremben van egy igazán nagyszerű léleképítő. A férjem legjobb barátját úgy hívták, hogy Heyman József. Már a katonaság óta együtt gyíkhúsnak, vagy hogy hívtátok? Szóval együtt bontogatták ott a bicskával az élelmiszert. És hát Szekszárd az nekünk mindig nagyon kedves város. És hát egy évben egyszer mindig lejöttünk és kaptunk nagyon finom kolbászt. És hát itt van a felesége most is, és hát ilyen asszonynál aztán nem kell jobb.
egy gimnázium élére, de a környezetére is kisugározza ezt, úgyhogy... Úgyhogy mi szeretnénk megköszönni önnek is, meg Marikának is, hogy itt lehettünk. A Súlyog Dezsőt pedig azért szeretném mondani, mert ő egy olyan pillanatban volt Magyarországon, amikor teljesen reménytelennek tűnt a helyzet. Mert engem azért zavar, mert a Rákosi Bátyás nevét mindenki ismeri. A Gerő Ernét szintén, Péter Gábor versenyeznek, hogy ki tudja jobban. És akkor voltak olyan nagyszerű emberek, mint a Barankovics István, a Súlyog Dezső, a Fejfer Zoltán, és őket már tanítani sem lehet, de hogyha tanítjuk is, azt se tudják, hogy ki ő. Ő egy igazi nemzeti demokrata volt, aki a legutolsó pillanatig mindent megtett a hazáért, vagy egy Slachta Margit. Tehát nagyon sokan voltak, csak az a baj, hogy a mi történelmi tanításunk olyan, hogy inkább mindenki tudja, hogy Rákosi, meg Rákosi korszak, de ezeknek az embereknek a nevét nem ismeri, és ezért dolgozott oly sokat a Károly, hogy összegyűjtse apró darabkából a Súlyog Dezső életét, és megmutassa azt, hogy nagyon kevés igazán olyan helyzet van, amikor nincs remény. Tehát a legnagyobb reménytelenségben is. Ő nagyon nyomorúságos körülmények között egy másfél szobás lakásban halt meg Amerikában. Tényleg úgy, hogy minden penniét félretette, vagy centjét, hogy meg tudja venni a tejet és a kenyeret. Itthon pedig egy nagyon jó nevű ügyvéd volt. Tehát ha más csapásvonalon indul el, és az önös érdekeit nézi, akkor nem így hal meg, ahogy meghalt, viszont nekünk pedig egy nemzeti büszkeséget ad, hogy igen, meg lehet próbálni, lehet csinálni pártot, azon a lehet választásokon. Igaz, hogy bicikli lánccal verték őt is, meg a Fejfert is, tehát még fizikálisan is veszélyben voltak, de mégis megtették. És ez jó dolog, mert lehet példaként elmondani az iskolában, vagy bárhol. Nagyon kevés olyan helyzet van, amikor az embernek nincs választása. Hát nyilván az életnél, meg a halálnál nincs, de amikor egy-egy döntést kell meghozni, hogyha pontosan tudom, hogy én rosszul kerülök ki belőle, de mégiscsak van olyan, hogy haza, meg talán olyan is van, hogy lélek, ugye? Majd megkapjuk a jutalom. De nem jutalomból csinálja az ember, hanem mert van otthon tükre, belső tükre, külső tükre, és akkor hát ez segíti az embert. Ezek az emberek mind segítik, amikor olvasom a gondolataikat, a beszédeiket, hogy nekem itt most jó, mert olyan emberekkel vagyok együtt, akik hasonlóan gondolkodnak. De ellenséges közegben még sokkal-sokkal nehezebb elmondani a saját őszinte véleményünket egy-egy kérdésről, ahol inkább fújt kapok, vagy... tojást, már nem rántva, hanem neki dobva az embernek. Károly, te vagy a választási szakértő, hogy miért volt érvénytelen a népszavazás december 5-én? Mert azért volt... Gondolom, ezt mindenki tudja, hogy az érvénytelenség miatt, tehát, hogy nem mentünk el elegen. A szavazás valóban pozitív volt olyan értelemben, hogy az igen többet kapott, de csak akkor érvényes, hogyha összes választópolgár 25%-a egy irányba szavaz. Ez itt nem volt meg, 1 millió valahányan voltunk, akik úgy mondták, hogy igen. Ez a szabályozás nem biztos, hogy helyes, valószínűleg azért találták ki, hogy bizonyos döntéseken keresztül jussanak. Én úgy emlékszem, hogy az Európai Unió az megvolt, és úgy emlékszem, hogy a NATO az meg nem volt meg, az 50% plusz egy. De ezzel a szabályozással, hogy egy irányba szavaztak, így képesek voltunk ebbe a két szervezetbe belépni. Ami nem feltétlenül baj, sőt, csak ugye
egymás között azt szoktuk mondani, hogy ahova mi belépünk, előbb-utóbb vége van, tehát látjuk, hogy gondok is vannak minden ilyesmivel, de hát a tréfán kívül, ha már ide szemtelenkedtem, akkor ez az ember volt az, aki a magyar parlamentben először felvetette a semlegességünk kérdését. Tehát, hogy a magyar parlament szavazzon arról, hogy akarunk-e semlegesek lenni. 46-ban. Nyilván érzik azt a történelmi pillanatot, ha akkor Magyarország kimondja, hogy mi semlegesek akarunk lenni, az egy menekülési lehetőség volt a nagy ölelő szovjet birodalomból. Csak 10 év múlva fogja majd Ausztria ezt a menekülési lehetőséget megragadni. A magyar parlamentben polgári többség volt, 17% kommunista volt csak. Egy szociáldemokrata is mondhatta volna, hogy legyünk semlegesek, legyünk európai típusú demok, mégsem mondták. Addig se jutott el a javaslat, hogy szavazzanak róla. Mert ilyen volt ez a demokrácia kísérlet, vagy ahogy fogalmaztál, fenyegetett demokrácia, hogyha valamilyen kérdést nem akartak elengedni a parlamentbe, hogy ott szavazzanak róla, azt meg tudták akadályozni többek között a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet vezetői révén. Úgyhogy én mindenkinek javaslom, itt most az utolsó példányok vannak ezekből a könyvekből, de az a lényege, ott egy darab van, az a lényege, hogy eljusson önökhöz, olvassák. Múlt héten pár darab itt maradt, remélem, aki beleolvasott, az a hírét elhozta, ha itt van most is, és azt mondja, hogy érdemes belekóstolni. Az egyik másik kísérlet, ez pedig ez a pici kis könyvecske, azért csináltuk így, hogy a zsebbe be lehessen tenni, és mindig magával vihesse az ember, ahogy rendeltetett ez a címe, és ez a legmerészebb vállalkozásom volt. Ez egy regény. A 70-es évekről szól, hanem a szerelemről szól, de a 70-es évek is benne van, Kádár korszak, Kádár korszak úgynevezett fénykora, hiszen az a kis nyugodt időszak volt ott a 60-as évek vége, 70-es évek, amikor egy kicsit hátra lehetett dőlni ebben a 20. században, amiről ma is hallottunk, ahol nem volt 5-10 év arra, hogy egy kis nyugi legyen. Mert mindig volt valami, vagy Trianon, vagy első nagy háború, vagy gazdasági világválság, vagy a második háború, vagy 56, vagy Rákosiék, vagy a Kádárék első pár évei, vagy rendszerváltás. Szóval kevés volt a nyugodt idő az építkezésre. Azért annyira bosszantó, hogy most, amikor megvannak a demokrácia lehetőségei, amikor a népakarat érvényesülhet, akkor megpróbálják kívülről, belülről aláásni, nyugtalanítani. Valamelyik fő ideológus mondta is, hogy nem lesz nyugtuk. Hiába adta a nép a felhatalmazást, nem lesz nyugtuk. És az embert ez elbizonyította. Ezt múlt alkalommal megbeszéltük, hogy ez akármilyen felvértezettek is vagyunk, lehangolóvá is teheti az embert. De nem én fogom befejezni, mert az lehangoló lenne. Úgyhogy legalább még kérdéseket gondolom megválaszol. Két dolog van, az egyik Rogi Laci. Hangosan, röviden kérlek, vagy mondom a mikrofont, adom is, de azért, hogy a kamerák tudják rögzíteni a kérdést. Köszi.
És szeretném azt megkérdezni, az interneten keringett, elég régóta én is úgy kaptam egy továbbított levélben, ez egy petíció volt a Trianon revizióráról, ahol nem tudom, most nem jut eszembe, sajnos nem készültem föl rá, valami nemzetközi szervezetek elnökéhez küldte egy olasz, ha jól emlékszem, úr, ahol hát tételesen föl volt sorolva, hogy mi az, amit elvettek, ez összegszerűen megjelölve, területek is pontosan megjelölve mértékben, hogy ennek mi a valóság alapja ennek a petíciónak. Igen, pillanat, adom a mikrofont, pillanat, ez a kamera és az internet kedvéért. Szoktunk kapaszkodni, de sajnos nincs időhatárhoz kötve a Trianon. Most már nincs is hatályba a Trianon, mert most a párizsi békeszerződés van. Azt viszont kihagytam, hogy azért volt a magyarságnak egy rövid sikerélménye, az úgynevezett békés területgyarapodások időszaka a Horthy rendszer alatt. Először 1938-ban a Felvidék egy részét kaptuk vissza, azután 39-ben bevonultunk Kárpátaljára, azután 1940 a második bécsi döntés, és 41 Teleki Pál tragikus halála után pedig a Délvidék egy része visszatért Magyarországhoz. Úgyhogy azért nagyon nehéz kiszámolni az embervesztességet, meg a nem tudom, az épületekben mennyi kár esett, stb. Mert az a Magyarország, amely részt vett a II. Világháborúba, az egy 172.000 négyzetkilométeres ország volt, tehát a területgyarapodások követően ugye ekkora lett Magyarország, tehát nem a 93.000 négyzetkilométeres trianoni Magyarország vett részt, hanem a 172 ezért. Ezért aztán össze-vissza mondanak mindenféle számot, hogy mennyi embert veszítettünk. Hát erre a 172 ezerre kell kiszámolni. De sajnos az a mi lelkünknek nagyon jó lesne, hogyha Trianont egyszer visszavonnák, de ez nem lehetséges, hiszen már nincs is érvényben. A 47. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés az, ami a Magyarország nemzetközi jogi státuszát a mai napig meghatározza. Igen? Hangosan kérlek! Így van. De egészen másképpen alakult Európa térképe, mint hogy a párizsi békeszerződésben. Persze, azóta már nincs Szovjetunió, nincs Csehszlovákia, de Magyarország igen. Hát sajnos ez történetileg nem tűzték napirendre. Utána volt a Helsinki szerződés, tehát történetileg nem került napirendre Trianon megváltoztatása semmilyen nemzetközi fórumon. Hát még azt sem engedik, hogy az önálló Székelyföldet kikiáltsák, vagy hogy egyáltalán Pozsonyban magyarul beszéljenek, könyörgöm. És ami számomra nagyon elkeserítő, hogy ahol régen a pozsonyi diéta volt, a pozsonyi országgyűlés, ott most Pozsonyban egy textilüzlet van. És egy ilyen egész pici kis márványtábra rá van írva, hogy annó itt volt a magyar országgyűlés, de ilyen azt is olyan szabakkal, hogy ha lenne bicska a zsebembe, akkor már biztos kinyílt volna. Tehát ilyen ez nem apróság, de mégis, hogy legalább azt elérjük, hogy ki legyen írva. Itt ülésezett ugye sokáig a Magyarország gyűlés, és nem tudom, egy rőf üzét vegyek, nem tudom én mit, szövetet. Ehhez kapcsolódik, Mendemonda vagy nem Mendemonda, a történészek mit tudnak arról, mit tudtok arról, hogy volt egy rózsadombi paktum, amely a rendszerváltásnak gyakorlatilag egy menetrendjét utólag megtudtuk, hogy állítólag volt ilyen, de hogy létezhetette ilyen, mert ha igaz, akkor valóban e szerint lett a rendszerváltás, vagy változtatás, vagy gengszterváltás, de hogy egyáltalán van-e valami alapja ennek a rózsadombi paktumnak? Hát az általam meghívott vendégek, azok mind beszéltek róla, hogy igen, volt ilyen, de levéltárban,
írásos nyomát sehol nem találtunk. Tehát ugye a korabeli visszaemlékezők elmondják, hogy hogy volt, hogyan volt. Ugye hát nagyon sokan Antal személyében sem bíznak eléggé, vagy bíztak eléggé. Tehát ő nem volt népszerű, meg ugye egy csomó pártba próbálkozott. Hát először a kisgazdapártban ott 0 szavazatot kapott, aztán ide ment, oda ment, aztán végül az MDF-ben kötött ki. Tehát magáról a rendszerváltó miniszterelnökről is nagyon megosztanak a vélemények, és ez még enyhe kifejezés. De úgy gondolom, hogy úgy kell érteni ezt a rózsadombi paktumot, nem úgy, hogy rózsadombi X utcába befordult egy autó, kiszállt belőle valaki, bement, jött egy másik is. Van, aki tudni véli, hogy 13 jött, és így is mondják, hogy rózsadombi 13, stb. Én azt hiszem, hogy ha volt ilyen, az sose fog kiderülni, nem készült róla a feljegyzés. Tehát ezen a rózsadombi paktumon inkább valami jelképeset kell értenünk, azokat a befolyásokat, amelyek Antal Józsefet vagy a rendszerváltókat érték abban a szituációban, amiről nagyon keveset tudunk. Ilyen befolyás jött az oroszok részéről, de jött nyugat részéről, jött máshonnan is nyilvánvalóan, jött belülről is, tehát sok-sok kényszer volt, amely miatt a rendszerváltoztatást sokan úgy gondolják, hogy nem sikerült kellőképpen végigvinni, és sok kérdést nyitva hagyott, és ez lett az elmúlt 25 esztendő belpolitikai félresiklásainak az oka. Tehát ilyen értelemben úgy gondolom, hogy volt egy ilyen nyomás az akkori vezetőkön, de hogy ott összeültek volna, és lediktálták volna, hogy hogyan kell csinálni, arra úgy gondolom, hogy nem fog fényderülni, vagy soha nem is volt ilyen. Visszatérve arra, hogy honnan számítjuk a rendszerváltoztatást, vagy változást, nekem kristálytisztán emlékszem, még építkeztem, és föltűrt ingújjal és rövid gatyába ástam az alapot a házhoz, bár azt hiszem február volt, vagy én nem is tudom mennyi, mikor volt, amikor a rádióban azt hittem nem hallok jól, amikor Posgai Imre bejelentette, hogy az 56 ugye az nem ellenforradalom, hanem népfelkelés volt, és akkor azt gondoltam, hogy akkor most ez innentől valami el fog indulni. Tehát akkor teljes egészében másra koncentrálva mégis úgy éreztem, hogy talán mostantól lesz valami, noha nagyon sok jel már mutatta korábban okosabb embereknek, hogy igen, itt már lesz valami, tehát ez már csak egy közbülső kiforrása, kibudgyanása volt azoknak az eseményeknek, amelyről mi keveset tudunk. Ez az egyik, hogyha egyszer erre egy kis reflexiót kapnánk. A másik pedig az, hogy most senki ne haragudjon meg, nem akarok összeesküvés elméletekről beszélni, de nekem mégis olyan érzésem van magyarként, itt ebben a Kárpát-medencében, hogy ha lehetett 56-ról beszélni, a határokat át lehetett a párizsi békeszerződés után írni egész Európában, kivéve Magyarország az érinthetetlen, a tabu, és ezzel párhuzamosan még aktualitásként meg kell jegyeznem, hogy előtt eljöttem, hallom a híreket, hogy Angela Merkel itt van, és hát azért nem kis dolog, hogy a német kancellár itt van, de azért a miniszterelnök mellett még meglátogatja és tárgyalásokat folytat az itteni zsidó közösségekkel. Mint én nem tudom, hát egy kisebbség, egy nemzetiség, vagy vallási közösség, vagy nevezzen én akárminek, de azt látom, hogy jöhet ide akárki, valahol mégiscsak a szálak valahol úgy folynak össze, hogy ez a Magyarország véletlenül se meneküljön meg, hanem megégettessék, mert ez valakiknek kell. Tehát itt lehet akármilyen változás a világban, de Magyarország nem térhet magához, de ez csak rajtunk múlik. És
Ezért csak azért hangoztatom, nem hogy mekkora az ellenség, hanem az, hogy milyen kicsik vagyunk, de ha sokan vagyunk is, hisszük, hogy mi meg akarunk maradni, akkor én azt hiszem, hogy meg tudunk maradni. De ezek most feldobott labdák voltak, hogy lehet erre valamilyen szinten reflektálni? Hát azt tudom önnek mondani, hogy nem csak nekünk vannak feldolgozhatatlan sebeink a 20. században, hanem másoknak is meg kell értsük. Ahhoz, hogy elvárjuk, hogy mások megértsenek minket, nekünk is meg kell értenünk az ő feldolgozhatatlan sebeiket. Ezt most értse mindenki úgy, ahogy akarja. A németekre is, meg másra is értheti. Viszont egy picit vitatkoznék az előbb szólóval is, meg veled is. Európa határait nem rajzolták át. A térkép nem változott. Egyetlen határ sem változott. Eltűnt határ a két Németország közül. Létrejött határ a Csehország és Szlovákia között, de ez korábban is megvolt. A délvidék, vagy hogy mondjam, a Balkán, az meg maga a tragédia, hogy nem húzták át a határokat, hanem olyan állam alakulatokat tartottak meg, mint például Bosznia-Hercegovina, amelyben három nép él együtt, van, amikor gyilkolja egymást, van, amikor megpróbál együtt élni. Koszovó egy autonóm terület volt. Nem húzták át a határát, ezért van ott most még 10% szerb, és ezért van az állandó feszültség. Tehát a jugoszláv határok megmaradtak, mert ez valamikor egy szerb-horvát-szlovén királyság volt. Valamikor volt ez az elnevezés. Tehát határt egyelőre egyetlen helyen látunk módosítani, ami kiverte a biztosítékot. Ez bizony, ahogy hallom, itt már mondják is, ez Ukrajna, ahol úgy tűnik, hogy belső erők, esetleg külső segítséggel határt akarnak módosítani. Most mindegy, hogy milyen történelmi okoknál fogva, és látjuk, hogy mi a következménye. Szóval... Szabad közbeszólni? Mert én úgy emlékszem, hogy Ukrajna soha nem volt határos Magyarországgal. Úgy emlékszem, hogy Szlovákia az talán nem is létezett. Én úgy emlékszem, hogy azok a határok, amelyek ma vannak, azok nem voltak. Tehát amit most mondtál, azok nagy mértékben igazak, de bizony vannak az én érzésem és én tudásom szerint olyan határok, nem véletlenül jelentkezett, úgy tudom, Antal Józsefnél az ukrán kormány, annó, hogy nincs határszerződésünk, és az áruló azt mondta, hogy tudomásom szerint, hogy nincs területi követelésünk. Tehát tulajdonképpen Kárpátalját annektálta gyakorlatilag Ukrajna, amely soha nem tartozott Ukrajnához. Na most tudom, hogy a roppant kínos és érzékeny kérdések és területek ezek, és nem is igazából ez izgat most úgy engem, hanem a megmaradásunk az izgat legjobban, hogy nekünk mi a feladatunk a léleképítő közösségének, mit vigyünk haza, és itt nem a zárás, de a hangulatát azzal szeretném majd még, és ehhez leginkább Földesi Margithoz fordulok, hogy én hallottam önt nem egyszer egészen más hevülettel is beszélni, és amit vallomásában elmondott, azt egyrészt orvosként, amit a kolléganő tett, én szégyellem helyette is magam, de visszatérve arra, hogy az élet meg tudja gyötörni, aztán meg tudja tanítani sok mindenre, és hogy a két nagy betegség, ami a családban most már nem innen-onnan tudva, hanem a vallomásból halva, mi az, amit az életében átértékelt, és mi az, amit át tud adni a hallgatóságnak, hogy emberek,
azért több az élet, vagy szóval, hogy mi az, amivel zárjuk majd, én arra kérem, hogy léleképítőt valamilyen irányjelzéssel, és ebben a témakörben fejezzük majd be, és akkor itt a szakmai részre visszatérve erre a határkérdésekre, ha egyáltalán gondolod, hogy érdemes erre még visszatérni. Persze, már csak azért is, mert minden beszélgetésnek meg kell őrizni a tárgyszerűségét. Rossz hírem van, a párizsi békeszerződés egyik aláírója Ukrajna. A másik Belorusszia, a harmadik a Szovjetunió. Tehát még egy rossz hírem van, Szlovákia létezett 1939-től 1945-ig. Sajnos ez egy állam volt. Az egy más kérdés, hogy hogyan került megint Csehszlovákiához, most ebben már tényleg nem menjünk bele, mert pontosabb lenne tényleg az, amit javasoltál, hogy pozitív hangulatban távozzunk, de ehhez az is kell, hogy az ember ezeket a tényeket tudja. És akkor át is adnám a szót a mai este főszereplőinek. Én azt sem tudom, hogy kerültem ide. Szerencsésen. Tehát itt voltam, úgyhogy adom is, amikor. De nehéz feladatot kaptam, hogy valami olyat mondjak, ami mindenki. Én azt gondolom, hogy az ember áll értelmi és érzelmi intelligencia hányadosból, és hogyha az érzelmeinknek nagyobb teret merünk adni, akkor nagyon jó úton haladunk, és Herdert majd elkapáljuk valahol, ugye a Herderi jóslatával. Egyébként az tény is való, hogy mióta Magyarország itt létezik, azóta állandóan bántják, mert ugye a mi Árpádunk pont a szlávok és a germánok között találta meg a hazát, és már folyamatosan és folytonosan bántják ezért Magyarországot, hogy itt volt egy virágzó állam, egy virágzó szláv állam, és akkor oda bejöttek a barbár magyarok, tehát minket szinte el kell törölni a föld felszínéről. De jó, ha tudjuk, hogy ez hülyeség. És bíznunk kell azért a Szent Koronatanba. Egyébként ebben a könyvben én írok is a Szent Koronatanról, hogy az mit jelent a magyarság számára. Tehát, hogyha valaki hisz abban, hogy mi valóban Mária országa vagyunk, és igenis, mert lehet, hogy úgy tűnik néha, hogy nincs mellettünk, de mellettünk van, és mellettünk is lesz. Számtalan példát láttam a történelemből erre. És nem véletlenül, hogy mi az ő oltalma alá helyeztük magunkat. Én nagyon sokat néztem és kutattam erről, mert az volt egyébként az onkológus orvosomnak a kérése, hogy ennek nézzek utána. Mert nagyon sokszor olyan beteg, aki már halhatatlan, tehát már közeledik a halála órája, és azt mondja, hogy Margitka, mindig van olyan, hogy Isten felemeli a kezét, és azt mondja, hogy ennyi volt, és ne tovább. Tehát, hogy közben jön az isteni kegyelem. És én ezt nagyon-nagyon elhittem neki, talán én is ezért élek még, mert az ember muszáj, hogy ilyen irracionalitásba kapaszkodjon, amikor a racionalitás már abszolút nem segít. És valóban nagyon sok sorstársam életben van, aki ezt a profnak el tudta fogadni. Hogy lehet, hogy a labor eredményei azok már 5 méternyire a föld alá jósolják ön, de mégis látom a gesztusaiból, a szeméből, hogy maga élni fog. És ez nagyon sokat jelentett nekem, és én is igyekszem továbbadni a többi embernek, hogy igen, van olyan pillanat, hogy az Isten felemeli a kezét. Senki más már nem. Már az ügyvédek jönnek, hogy akkor rendelkezem a vég akaratomról. De hát én meg abba bízom, hogy jön az isteni kézemelés. És bízzunk ebben mindannyian, mert hogy van ilyen. Tehát én a saját magam bőrén tapasztalom, meg a sorstársaimon tapasztalom ezt. Úgyhogy köszönöm szépen.